Sziasztok, én Marci vagyok, és elérkeztünk a legújabb FIFA Career Mode részünk. Az, ami most egy nagyon picit puskáznom kell, de szerintem a 10. rész, de lehet, hogy csak a 9. Ami a 9. rész, amiben haladunk tovább az idővel, és játszunk mérkőzéseket, meg minden, meg fejlesztjük a csapatunkat. Na, először is szeretném mondani, hogy hova szeretnék vásárolni. Szeretnék jobb védőt venni, kapust venni, és szerintem bal védő, szóval legfőképpen a védő pozíciókban szeretnék kicsit változtatni. Ugyanis védőknél azért kéne vásárolnunk, viszont ahogy nézem, hát nagyon kevés pénzünk van vásárolni, ezt pedig el kéne adnunk játékosokat. Úgyhogy nézzük meg a squad hubot, hogy ki tudnánk eladni. Oké, így állunk jelen pillanatban, és szerintem ez lesz a mi kis kezdőcsapatunk erre az évre. Itt még egy picit átrendezem a padot, hogy átlássuk, hogy melyik posztból hogy állunk. Középpálya, jó. Oké, ez így szerintem egy tökéletes kezdő lesz a bajnoki mérkőzésekre. BR-re még ráírunk összedobni csapatot, de én azért azt is megnézném, az igazság szerint ugyanaz, csak oké. Oké. Na, így fogunk nekivágni majd a szezonnak, ezekkel a kezdőkkel. Pörgessünk bele az időbe, nézzük meg, hogy az játékosok, akiket szeretnénk, egyáltalán most tudom, kit szeretnénk, de hogy így kerestetünk majd játékosokat, hogy azok úgy mennyibe kerülnek. Meg már szerintem ott jöttek is sok minden információ. Most állítsuk le a szimulációt, és akkor nézzük meg a dolgokat. Oké, néztek itt nekünk dolgokat. Nagyjából egyébként ezeket a pozíciókat keressük mi, meg szerintem, jó, még mielőtt megnézzük, hogy miket talált a scout, még egy right back-et kerestettünk, az maradhat, fiatal játékosokat igazolunk mi csak. Úgyhogy 26-ig, oké. 78-as, 75-ös, ez még az Arsenalban játszik, hogy shortlistre tesszük meg ezt a Bernardót is. 46 millió van, ó, hát köszönöm, hogy megjött végre a büdzsé, így már sokkal jobban állunk. Annyira rég játszottam ezzel a játékkal, hogy hol kell elküldeni a scoutokat. Na, itt vagyunk, meg vagyunk, ők elérhetőek. Akkor nekünk legyen a Közép-Európa és... Nem, nézzünk. Brazílt, te pedig nézzél akkor németet. Oké. Nézzük meg ezt a fiatal jelentést, akkor mindegyiket beküldjük valahova, mondjuk ti nézzétek meg a svéd kisrácokat. Te nézzed meg 3 hónapig. Oké. Te nézd a német kis csávókat. Te 3 hónapig, oké. Te pedig nézzed meg a kínai kis csávókat. 3 hónapig. Rendben vagyunk. Egyelőre szerintem rendben vagyunk. És akkor nézzük meg az akadémiát, hogy kik állnak rendelkezésre, és kik hányasok, és kik hova kerülhetnének be. Nézzük, egy kapus, ki 60-as. Mit lehet ezekkel kezdeni? Jó, rakjuk be. Te nem kell lesz. Te maradj egyelőre, fejlődj még itt. Téged.
téged esélyesnek látnálak, ha nem lennél az a potenciálod. Na, ő például jó lesz, meg ő is szerintem. Viszont ő 18 éves, ő biztos, hogy elküldjük, és ő áll még rendelkezésre. 18 éves maradjon, ő pedig jó, ő is maradjon. Oké, egyelőre akkor így állunk. Már is jött egy ajánlat, csak az a kérdés, hogy kire? Kotárszki. Ha ő tudom ki, téged eladunk 1,7-ért, mennyit érsz? Hát nagyjából ennyit, oké. Eladtunk. És akkor amúgy oké, akkor nézzük is meg. A verc nem kell nekünk. Mina. Mina mennyi is? Ha, egy cserecsatár. Na. Aha. Szóval, hogy nekünk 40. 43 milliót kéne kifizettünk érte kezdésként. Az nem jó. Akkor vegyünk először védőt. Ezt a Bernardot nézném meg szerintem magamnak először. Ő szimpibb és olcsóbb. Próbáljuk meg megvásárolni Bernardot. Na, ajánljunk neki 8 milliót, amennyit ér. Úgy van. Próbáljuk meg így. Hát, a Salon Close-t kivesszük, és így. Oké, megvan. Egyelőre megvan, most akkor már csak tárgyalni kell vele. Na, nézzük. Nézzük, hogy ő, neki most 30 ezer. Milyen lenne a csapatban important? Important lenne, ez nekik megfelele. Ez nekik megfelel, oké. Okay. 3 évre kérnek, rendben. Felőlem, gyertek, igazából ezen a részen megbukni ciki, de már nekünk sikerült, úgyhogy szerintem nem kell rilószkrúzok, okay, és ők megadják, hogy mit kérnek, 17 ezer, oké. Okay. Hát mondjuk a wage budgetünk az ugye nincs, de ezen majd állítunk. Oké, ez így megfelel nekem. Állítsuk egy kicsit a pénzünk, ha megnézzük, hogy mennyi van, és akkor bejött ez a Bernardo csávó a csapatba. Őt mindjárt be is rakjuk. Transfer budgetünkön egy kicsit állítsunk, hogy legyen azért wage. Levisném, nem inném ilyen 80-15, 85-15-re ez így tökéletes. Tegyük be a csapatba. Szerintem tegyük be. Hol vagy? Hol vagy, csávó? Itt van Bernardo. Ah, Martinez meg nem jobb, úgyhogy még csak a cserepadra kerül, de tud RB-t is játszani, szóval bárhová be tudom állítani, hogyha kéne, sőt, amúgy CB-t nem tudsz játszani, nem, azt nem tud sem is játszani, nem baj. Öt fejlesztjük. Hát olyan eget rengetően nagyot senki nem fejlődött. Semmi probléma. Ja igen, és amúgy fiatalok is. Bekerült szerintem egy fiatal a csapatba, ugye? Őt berakjuk szerintem a B csapatba egy ilyen kezdő kis próbálkozásra. Védjen Guerrero. Ez érdekes lesz, de védjen ott Guerrero. Nagyon jó. Az Rauzira kettő ajánlatunk is van, Tottenhamtől van egy nagyon jó ajánlat, viszont jó játékos, de most vettünk egy játékost, aki tud játszani. Úgyhogy én tárgyalnék és kicsernék mondjuk 23 milliót körülbelül, akkor szerintem mindenképpen meg tudnánk venni azt a játékost, akit én szeretnék. Mondjuk egy 22 millióval kezdjünk be. Valószínűleg sok lesz, de reméljük nem megy el, úgyhogy... Oké, ez igazság szerint gyorsan ment. Megvan. Megvan, amit akartunk, és ha most őt eladjuk, azt nézem 22 millióért, akkor lesz pénzünk megvenni azt a Marint vagy Kit, akit nagyon meg kéne bennünk, hogy legyen egy cserecsatárunk, és akkor nem baj, hogy eladtuk Mazrauzit. Most gyorsan, ha még tudunk, nem edzünk, mert eljutott a match day. Eljutottunk a match day-ig, de szerintem most eladtuk. Igen, eladtuk. Akkor gyorsan tárgyalunk a játékosért, és belekezdünk a szezonba. Oké, akkor ez a Mina kell nekünk, és akkor fizessük ki, és tárgyaljunk Minával.
Jó. Hát reméljük összejön ez a tárgyalás. Én kicsit félek őszintén. Mennyit kérhet? Milyen lenne important? Krussal kell nekik? Oké, akkor krussal lesz. Az nekem igazság szerint mindegy. 4 évre, oké. Elfogadjuk. Légy szíves, kérjél ajánlatot, mert egy biztos keveset adnánk. Igen. Rilausz. Oké, kivásárlási árat kérnek. Ez nagyon szereti ezt a kivásárlási ár cuccot, és elfogadjuk. Azt, hogy 20 000-et kér, az nagyon jó lenne nekünk. Nagyon elfogadható, amit kér. Úgyhogy megegyeztünk. Jó, mi a csapatban, ő lesz a cserecsatárunk. Ezt mondjuk ő még nem tudja, de hát sajnáljuk. Mennyi pénzünk van, mert ha még lenne pénzünk, de azt hiszem nincs pénzünk, mennyi pénzünk van? 9 milliónk van. De még tudunk állítani szerintem, mert most igen, hát ez bőven állítható a szituáció így. 11, és akkor lehet, hogy nekünk kéne most, igen, de ezt helyére, akkor egy RB. Az a kérdés, hogy tud-e ő, nem, nekünk ő kell, nem, nekünk ki kell. Ja, őt néztem ki. Tud-e ő játszani a másik oldalon? Nem akarja eladni. Rendben van, elérkeztünk az első meccsnapunkhoz, és már csak azt kell megnézni, hogy ez a Spárta, ez hanyadik helyen áll. A Rotterdam a 12. helyen áll, ami nem kockáztatjuk meg a B csapatot, viszont még bevisszük cserecsatárnak, Huntelaar helyett, ezt az újonnan vásárolt Minát, aki 81-es, szóval így nem kellett Krusölt, hogyha egyébként jobb nála. Rashford viszont megadtuk neki, semmi probléma, ez minket egyáltalán nem izgat. Az már viszont annál jobban izgat minket, hogy ezt a szituációt megnyerjük, jó, azért annyira nem. Otthon van a mérkőzés. 5-1, az mondjuk gratulálok. Igen, for the big three, azaz 3 gólt lőtt. Rashford 2, azaz 2 gólt lőtt. Hát ez jó kezdés a januárban, akkor egyelőre mégse lesz right backünk, viszont ezt a mérkőzést is szimuláljuk le itt a január vége felén. Úgy van. 2-0-ra nyertünk idegenben, Álvarezzel sérült, úgyhogy bemutatkozhatott Magallán az új, visszahívott új védőnk, úgymond visz új. És mindjárt lejár a hónap, és ezek után PSV-vel fogunk játszani, és csak azért, hogy azért ne maradjunk játék nélkül sem a mai videóban. Le fogjuk játszani ezt a mérkőzést, és aztán, uha, milyen edzést sikerült teljesítenünk. Aztán, hát őt nem ezt, őt nem edzük le. Aztán vége lesz a videónak. Na, úgyhogy meccsnapra ugorjunk. És lejárt ezennel az átigazolási szezon, most mindjárt megdicsérnek minket, hogy milyen ügyesek voltok, ó, nem. És a PSV elleni vasárnapi rangadó elérkezett, most jöttek a milyen mindenféle dolgok, de ezek most nem érdekelnek minket. Ami viszont érdekel, hogy ezt meg kell nyernünk, ugyanis ráadásul úgy, hogy az egyel több meccset játszott, 5 ponttal vezetünk, úgyhogy ha ezt a meccset most megnyerjük, akkor már 8 ponttal fogunk vezetni, és egyre közelebb leszünk ahhoz, hogy biztos bajnokok legyünk. Rashford 22 góllal vezet, de viszont ott van Bruma is, aki 20 góllal a második helyen van az góllövő listán a PSV-ből. Úgyhogy természetesen az A csapatunkkal fogunk játszani, és ezt helyette most a mai nap megpróbálkozunk azzal, hogy Magellán játszon. Jaj. Játszan itt, ezt kicsit tudom kockázatos, hogy várjál? Nem. Bernardo fogott játszani, mert Bernardo ő tudott játszani, egy picit kockázatos, mert új fiú a Bernardo, de én bízom benne, meg hát mi játszunk, hogy kicsit nyugisabb az egész, úgyhogy játsszuk le a mérkőzést. Rashford készére Fodennek. Foden elindul, Foden lövés, onnan nem sikerül, az egy nagyon szép szerelés volt, és viszont becsúszás, jó, az sajnos nem lett büntető, nem baj, egy beadás szögletből nem sikerült fejelnünk. Felszabadít a PSV. Valahogy átjutottunk ezen a nehéz
helyzeten, de aztán nem tudunk semmit csinálni, sem egy játékosunkkal sem. Annyira erős PSV. Onana pedig, kérésem kér, nélkül kirúgta a labdát, na mindegy. Köszönöm a labdát, konkrétan ide passzolta, ahogy én is most Doannak, szerencsére. Szerencsére mellé lőtte Doan, nem ő a legjobb fickó a csapatból. Megtaláltuk az embert, akinek passzolni akartunk. Ez azt hittem, hogy befognak lépni és elhúzzák, de nem. És egy gyönyörű passz Blinnek, Blin tovább. Foden, Foden, visszapassz, Blin tovább, Rashfordnak, Rashford, Ziyech helyett, Ziyech, szóval, hogy Rashford helyett Ziyech, de egy szép lefordulással megszerezett a vezetés. A 24. percben Ziyech végül is a gólszerző. Hú, csak összejött ez a gól, és csak összejött ez a mondat is. 1-0. Ajaj, jó. Onana. Onana-nak sikerült a kifutása, és most megindulhatunk. Foden lecselezte ezt az embert. Rashford megindult a szélen. Bent jöttének az emberek. Rashford nagyon ráviszi, egy bepassz, és a lövés, és mekkora hárítás! A PSV kapusától, kérem szépen, az szép volt. Vissza a passz, Szoboszlai, a bepassz, csak sajnos lefülelik, de ez egy jó lehetőség lett volna, de ezt is lefülelték. Mindent lefülelnek, kérem szépen. A PSV játékosai kivéve egy ilyen átcsordikáló lehetőséget, és a Rashfordunk, a mi Rashfordunk mellé fejelte a labdát, de aztán a kapus, ha jól láttam, hozzáért, és mindegy, sok dolog történt, ahogy egy gól is! Ami lesz volt, pedig ez egy nagyon szép gól lett volna. Rükközgetünk. Már mindjárt freestyle foci lesz, és Szoboszlaival egy nagyon messzi lövés, csak nem tudom, hogy miért, egy jóságos atya, úristen. Ez megint komolyan, kérem szépen, hát ezek a technikás megoldások gyönyörűek. Például ez a reforgás is Rashfordtól, és aztán ez a gyönyörű elpassz, ez valami zseniális, de ezt a bíró sajnos megszakítja, ugyanis fél idő. Következik, van, nem tudom, 4 lövésünk volt, ebből 3 talált kaput, 1 gól, szerintem jók az arányok. Amúgy 2 gól lett volna, nem állunk le sem. Most pedig hozzuk be a másik játékosunkat, Magellant, a visszatérőt a pályára, és folytassuk a mérkőzést. Hú, micsoda luftot rúgott a PSV játékosa, és Onana. Onana, nem ezért fizetünk, hogy eladd a labdákat, nem baj. Nem baj, mert az visszatérő Magellan, az hú, most ez tek-tek replaybe jó. Szerintem az egy elég nagy kéz volt, de nem baj. Tehát, hogy nem baj. Bernardo milyen szépen elfektette a PSV játékosát, és először ér labdához Mina. Milyen csapattal vagyunk mi? Az Ajax színében. Csak hogy nem volt sok ideig nála a labda. Na nem baj. Majd javítunk ezen is, Minácskám. A crucial mi? A crucial. Egy tovább passz mondom, Mina, hát akkor fussunk, ha tudsz, fuss. Hogy vissza szélre passz, hogy nem tudom én milyen passz Szoboszlainak, Szoboszlai vissza Minának, Mina át Ziyechnek, Ziyech hátra teszi Van de Beeknek, aki újra oda passzolja Szoboszlainak a labdát, aki beteszi Ziyechnek, Ziyech lefordul, Ziyech lő! Nincs meg a második gólja Ziyechnek ezen a meccsen, de szöglet van, ami egy gyönyörű beadást kíván, ami Magellan, hát a visszatérőnk kicsit elrontott. Ugyanis egy gyönyörű fölé fejeléssel zártuk ezt a támadást, de semmi probléma! Semmi probléma. Nem tudom, hogy mit fogunk csinálni az elkövetkezendő 2 percben, ami már csak 1. Nem szabad gólt kaptunk, viszont ez most bármi megtörténhet, és Onana nagyon nagyot hárít lábbal. Aztán Rosario még próbálkozik, gyorsan el kéne azt onnan lőni, Magellan a visszatérő kilövi, és lefújják a mérkőzést. És itt a vége a meccsnek, 1-0-ra nyertünk, kellett onnan a bravúrjaid, de végén, és akkor ennyi lenne ez a videó.
Innen folytatjuk a következő héten egy kupa mérkőzéssel. Következő héten, mindegy, következő videóban. Ha tetszett, kérlek, dobd egy lájkot, ha tudod, hogy lenne olyan, akinek tetszene a videó, akkor kérlek, osszad meg azt most azonnal, csap fel a feliratkozást, nyomd be a csengőt, hogyha még mit tudom, hogy milyen szöveg van. Ilyenkor én Marci voltam, sziasztok! Okay, help me see color.